hát egy nagyon jó felmérő meg erőpróba a jövőre nézve, ugyebár hamarosan kezdődnek a VB-selejtezők, nem sok lehetőség van csiszolni a csapatot addig, úgyhogy nyilván ezek számunkra inkább arra a fő próbák, és arra építkezünk, aminek viszont úgy gondolom, hogy igen nagy a motivációs tényezője. Ugyebár hát, hogyha sikeresen szeretnénk szerepelni a VB-selejtezőn, már pedig sikeresen szeretnénk szerepelni, ahhoz ezek a mérkőzések sikerei elengedhetetlenek, úgyhogy azt hiszem motivációból nincs hiány. Olyan formában kell legyek, hogyha esetleg a kapitány úgy dönt, hogy lehetőséget ad, akkor élni tudjak ezzel a lehetőséggel, illetve bebizonyítsam azt, hogy nem véletlen vagyok itt. Az év idegenlígusa lett, az év kapusának választottak, megragadtál a csapatba, a Bajnokok Ligája meccseken léptél pályára. Gondolom az idény elején te sem számítottál ennyi óra. Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy ilyen szezont tudhatok majd magam mögött, ugye már elég nehezen indult a szezonom, volt egy kéztörésem, gipszel csináltam végig az alapozást. De aztán fordult a kocka, és minden elkezdett jó irányba menni, és próbáltam élni a ezáltal adott lehetőségben, és szerencsére úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettem volna, sikerült bent ragadni, és így jött ebből egy nagyon sikeres szezon számomra. És ugye hosszabbítottál is, ha jól tudom, akkor kerestek külföldről más klubok is. Miért döntöttél a hosszabbítás mellett? Igazából a megkeresésekkel nem is nagyon foglalkoztam, nyilván hallottam, hogy innen-onnan van megkeresés, de nekem abszolút az elsődleges célom az volt, hogy az olimpiákhozban maradjak. Egyrészt nagyon jól érzem magam itt, egy fantasztikus klubban vagyok, aki tényleg hát látjuk, hogy Görögországnak a legsikeresebb csapata, 39 bajnoki címmel, és ebből azért most már kettőből kivettem a részem, hogyha az elsőből nem is annyira, de a másodikból azért eléggé, illetve hát kupát nyertünk, egy ilyen sikeres év után BL főtáblával jövőre, úgy gondolom, hogy nem lehetett kérdés az, hogy én maradok. Nyilván első számú kapusként számolnak velem, ami nyilván még jobban erre az irányra terelt, hogy nekem maradnom kell. És úgy gondolom, hogy ebbe a korban még nem az számít, hogy most esetlegesen máshol X összeggel többet keresek. Nem ez motivált engem, hogy most minél több pénzt keresek, hanem az, hogy tényleg egy ilyen klubba, mint az Olimpiákhoz, BL-be, olyan helyen, ahol szeretek lenni, folyamatosan játék lehetőséget kapjak, illetve folyamatosan védjek.